Éppen a vendéglátás terén megtanultakat mutatják be a fiatalok a vizsgabiztosoknak. Júniusban az intézmény 101 tanulója a tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. A felkészítés nagyon sokrétű volt, régóta készültek a 9-esek erre a napra, ugyanis 10. osztályban a duális képzést, illetve a szakirányválasztást csak ennek a számonkérésnek a sikeres elvégzése után kezdhetik meg. 2020. szeptember 1-től bevezetésre került új szakképzési törvény szerint két részre osztik a képzés. 9. évfolyamon a szakképzésben, és a technikumi képzésben pedig 9. és 10. évfolyamon az évfolyam letétele után ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ilyenkor megmutatják azt, hogy mit tanultak abba az adott ágazatba, minden szakmára vonatkozóan. A feladatok több részből állnak a turizmus vendéglátás szakon is. A cukrászat, pincér, szakács és a turisztika is hozzátartozik a terület teljes ismeretéhez az első évben. Így a tanulók megtanulnak süteményeket is sütni épp úgy, mint főzni, felszolgálni. De még a turizmussal kapcsolatos alapvető ismereteiket is bemutatják egy saját portfólió elkészítésével a Dél-Dunántúli régió turisztikai adottságairól. Ilyenkor egy vizsga nagy-nagy előkészületet és kellő odafigyelést igényel a lebonyolításban is, mert ezt a 4 területet kell koordinálni és megvalósítani a vizsga, a központi vizsgakövetelményeknek megfelelően a vizsgát. Ez zajlik most éppen itt a Fortián a tanszálon. A többi ágazat esetén is hasonló a számonkérés. Ennek az összefoglaló vizsgának a letételével így egy jelentős mérföldkövön jutnak túl a diákok, ami befolyásolja még hosszú távú eredményeiket is, mert amit most elérnek, az még a 3. tanév végi szakmai vizsga eredményébe is beleszámít majd.